Itt vagyunk Mórahalmon, az új iskolánknak, a Tóth János Szakképzőiskolának a gyakorló központjában. A mai nap történelmi jelentőségű, letettük az alapkövét az új intézménynek. 150 évvel ezelőtt egy Tóth János nevű piarista szerzetest bíztak meg azzal, hogy létrehozza itt az első tanyasi iskolákat, ezek között volt néhány mórahalmi is. Hasonlóan történelmi jelentőségű a mai nap, ugyanis a városnak új szakképző iskolája épül, ami egy fantasztikus és kiváló lehetőség arra, hogy az itteni fiatalok tovább tanuljanak, majd pedig az itteni munkaerőpiacon helyezkedjenek el. Azt gondolom, hogy ez a város életében és a homokhátság életében is nagyon jelentős esemény, hiszen nincs szakképzőiskola a környéken, Szegeden van a legközelebbi, és az itteni diákok, a környéken élő diákok végre kapnak egy olyan lehetőséget, amivel ők is középfokú végzettséget tudnak szerezni a saját otthonukban.